Sziasztok, Charlie vagyok, ez itt pedig az ECIGI tesztek. A mai videóban egy sorozat első darabjával fogunk megismerkedni. Mivel olyan sok darabból áll a történet, hogy nem lenne értelme egy nagyon hosszú videót csinálni, ez pedig nem más, mint Kuzinak a legújabb módja, a Kuzipelzó, amit többféleképpen össze tudunk szerelni attól függően, hogy mit preferálunk, van neki drip üzemmódja, van neki vatelines üzemmódja, és van neki egy tankos üzemmódja. Három videóban fogunk ezzel a három különböző konfiggal megismerkedni, és közelebbről bemutatni őket. Nézzük akkor az elsőt. Nézzük akkor meg közelebbről a Kuzipelzó drip kazánt. Amint láthatjuk, ez nem 5-10 csatlakozóval rendelkezik, hanem egy kitekerhető középérintkezője van. Erre majd később kitérünk, hogy ez miért hasznos és kinek. Amit láthatunk még, itt fölül a sorszám, ez a 013-as, a pelzó felirat, és itt van három, és még három levegő állító lyuk. A felső kupakot le tudjuk szedni. Itt a gyűrű. Tehát, amit az előbb mondtam, 1 mm-től megy 2 mm-ig, tehát 1,5 és 2 mm-esek a levegőző furatok, amit itt a fix furatok elé kell rakni, attól függően, hogy single vagy dual tekeréssel, hogyha elcsúsztatjuk, akkor csak az egyik oldalon fog levegőzni, jelen esetben itt, és ha megnézzük a másik oldalon, itt a furat, az pedig eltakarja. Ahhoz, hogy megnézzük belülről, milyen segítségű hívom a készüléket, mert magában elég nehézkes levenni a tömítés miatt a gyűrűt. Tehát így néz ki belülről a készülék. Két méretes ógyűrű helyezkedik el, és három bekötési pont. Mindjárt egy picit állítok rajta. Így. Nézzétek el nekem, én most ezt nem fogom szétszedni, mert viszonylag jól sikerült tekerés, de az látszik, hogy ott a pozitív bekötési pontnak az alján van egy piros kis szigetelő. Vagy csak ezt a kettőt használjuk, vagy csak ezt a kettőt használjuk, ez tetszőleges, vagy így mind a hármat, és így kötjük be duál üzemmódba. Nézzük akkor, hogy hogy kell beüzemelni mondjuk ezzel a felállással. Rátekerjük natívan a Kuzin Extra, és miután bekötöttük, mindenképp ellenőrizzük, hogy izzanak fel a tekeréseink. Amint látjátok, szépen egyszerre izzanak és hűlnek ki. Ezzel nem lesz különösebb gond, ezt egy picit zsebzárazom és félreteszem, hogy a vattát előkészítsem, addig ez pedig hűlhet, hogy ne égessük szét. Egy darab vattacsík, befűzzük. Én úgy szoktam csinálni, hogy innen befűzöm, itt végig tekerem majd a vattát, ide betömködöm középre, tovább fűzöm a másik oldalon, itt ebbe a tekerésbe, tehát gyakorlatilag egy vattacsíkból oldom meg a komplett kört, és a végét lecsípem. Nézzük.
1, és akkor szépen elkezdjük tovább vezetni. Be középre, másik végénél kimérünk mondjuk ennyit, és itt letépjük. Majd innen is átfűzzük. Ha sikerül. Úgy. Ha ezzel megvagyunk, akkor ezeket szépen eligazgatjuk. Ezt ide alá. Ezt ide a másik oldalra. Ezt a darabot pedig ez lehet, hogy egy picit hosszú is lett. Akkor nem ijedünk meg. Kihúzzuk. Ezt visszatömködöm ide. És itt csípem le. Úgy, kicsit megmozgatjuk benne, visszatömöm alá, ez pedig ide, középre. Így, né. Miután ezzel megvagyunk, keresünk likvidet és meglocsoljuk. Szépen issza. Na most helyezzük rá a palástot. Arra figyeljünk, hogy mindenképp a tekerésünkre nézzen a két levegőjük. Én ehhez egy picit magamhoz emelem. Úgy is van. Amit látjátok, ott az egyik, ott a másik. Rányomjuk, és öntözhetjük tovább. Viszonylag sokat fölvesz nekem, 20-25-30 cseppet is fölvesz az elején, de inkább 25-30-at. Szépen beitatjuk. Addig, amíg iszik, addig ráhelyezzük a levegőállító gyűrűt, beállítjuk pozícióba. Nekem ezzel a konfiggal teljesen nyitott állásában jött be legjobban. Ráhelyezzük a végzáró kupakot. Ezt itt megtartjuk az ujjunkkal, meghúzzuk, és ebben a formájában már csak egy drip hiányzik róla. Kész is van a Kuzi Next és a
kuzipelzó dripper az üzemre. Nézzük meg egyáltalán, hogy van-e neki kőze. Kijelenthetjük, hogy van, úgyhogy megnézzük élesben, mit muzsikál. Az imént láthattátok, hogy nem is olyan nehéz beüzemelni egy dripkazánt, a pelzót. Nézzük meg akkor, hogy élesben mit tud teljesíteni. Teljesen feltöltött 4,2 voltos cella van alatta. Lássuk. Aj, a betyár mindegy. Szerintem az erősebb likvidet raktam bele. Fú, a torkom lerúgja. Gőzben nem keveset tud, viszont szerintem ez a 12-es likvid, ez szétszedi a torkomat, csak óvatosan fogok vele most játszani. Amit érdemes róla tudni, az a kidolgozottságával szoros szimbiózist képez most már így a Kuzi Next-tel, pláne, hogy ez is 13-as meg a készülékem is, ennek nagyon örülök. Szerintem nagyon jól összerakott darab, nagyon könnyű beüzemelni, single módban még annyira sem problémás egyébként, mint duálban. Attól függően, hogy valaki a vattát vagy az új cellukottont preferálja, belerakja, jó sok puffert raktam középre, épp ezért simán fölveszi, mondom, ezt a 20-25 cseppet így után drippelgetve is. Én leginkább úgy szoktam utána cseppenteni, hogy nem a drippet veszem le, hanem a dripnek a felső része, amiben csatlakozik, az egy ilyen menetes rész, és így töltök után a kazánba. Miután ezzel megvagyok, ezt visszatekerem rá, és akkor nem kell a levegőállító gyűrűvel szórakozni, és lehet tovább drippelni. Látszik a videóban is, remélem, hogy micsoda gőzt tud termelni. Engem otthonról, a lakásból ezzel a drippel kitiltottak. Ez is jelzi, hogy milyen gőzt képes termelni. Amit viszont én észrevettem, és egy idő után enélkül használtam, ez a levegőállító gyűrű, én úgy láttam, hogy csak az 1 mm-es levegőállító lyukaknál van egy picit lesorjázva. Nekem egy picit fütyült a 2 mm-esnél. Sokkal egyszerűbbnek tűnt számomra, hogy azt a gyűrűt levettem, és a gyűrű nélkül használtam tovább a készséget. Gyakorlatilag egy pici bemarás látszik csak, ahol az ember körme megakad, de ezen kívül semmivel nem rosszabb, mint hogyha a gyűrű rajta lenne, és egy picit a hangja is csöndesedett. Nem tudom, észrevettétek-e, hogy ezek ilyen 1-2 másodperces lukok, és ezzel termel ekkora gőzt. Nézzük csak meg. És azt is észre lehet venni, hogy már 8-10-et beleszívtam, és még mindig nem kellett utána csepegtetni. A beüzemelésen kívül, hogy hozza az ízeket és a TH-t. A TH-t azt most ugye az erősebb van benne, mondhatnám azt, hogy nagyon erős, de hogyha én ezt az általam megszokott hármas leveset, tehát én 6-9 között szoktam használni
leveseket erősségben, tankkazánban pedig 9-12 körül, ehhez képest a dripben 3 az, ami nekem kényelmes, és hosszú időn keresztül is tudom drippelni. Ezzel fantasztikus ízeket tud adni. Nagyon pici a kazán, nem melegszik föl annyira, mint amennyire egyébként számítottam rá, és az ízek, a TH nagyon rendben van, a gőzt azt láttátok, hogy az brutális. Amire oda kell figyelni, hogy attól függetlenül, hogy jól meg tudjuk tölteni, és jól meg tudjuk csepegtetni, azért vattánál, vagy bármi másnál, ami nem üvegszál, azért érdemes odafigyelni, hogy nehogy az legyen, hogy hirtelen szárazra szívjuk, és aztán utána a torkunkat az égett vatta kaparja rommá. Megmérem a ellenállását. Kivonjuk belőle a 1 ohmot, 0,45 század ohm, amivel ezt tudjuk produkálni. Innen is csókoltatom azokat, akik 0,1 meg 0,2 között szenvednek azért, hogy valami embertelen gőzt ki tudjanak adni a készülékükből. Ebben semmi extra nincsen, és mégis ilyen gőzöket tud termelni. Jöjjön az értékelése akkor a Pelzo drippernek. Ezzel a felállásával utólag előre is elmondhatom, hogy nekem ez tetszett a legjobban. Próbáltam mind a hármat, és pont azért csak most készítettem el ezt a videót, mert tartós tesztet szerettem volna, és nem az, hogy két nap után összedobok róla valamit, ami csak azt mondja, hogy ez milyen jó. Nekem a drip üzemmódja jön be a legjobban így hosszú távon a Pelzónak. A másik kettőt is, tehát a Vatelinest is és a tankos üzemmódot is használtam. Mégis azt kell, hogy mondjam, hogy dripben az, ami verhetetlenné teszi ezt a kazánt, és pláne úgy, hogy a natív csatlakozóját használom, tehát ezt az M20x1-es menetet tekerem rá magára a húzi készülékre 5-10 csatlakozó nélkül. Hogyha esetleg valakinek nincsen Kuzi Next-je, akkor, amit a videó elején mondtam, ezt a kis pici középérintkezőt ki tudja tekerni, és tud hozzávenni külön egy kis készséget, ami nem más, mint egy 5-10 csatlakozó és a középérintkezője. Ezt rátekeri ide a végére, a csavart meghúzza, és most a érdekesség kedvéért csak ráteszi mondjuk egy bármilyen más módkészülékre. Én most rátettem egy ájra. Méretbeli különbség látszik, de funkcióját tekintve ugyanúgy tud dolgozni, illetve hát ezen nem tud dolgozni, mert ugye 0,45 század ohm az már jóval az ájnak a üzemi tartománya alatt van, viszont ha egy mehára teszi, saját mehájára, tökéletesen fog ezzel a csatlakozóval is működni. Ezt külön lehet megvenni egyébként a Vape42-nél, pár ezer forint ez a kiegészítő. Én azt mondom, hogy ha van egy ilyen minőségű kazánunk, akkor azt tegyük rá a saját készülékére, és így lesz a legszebb, legtökéletesebb. Tehát akkor az értékelésnél kezdjük először a negatívummal. Egyedül, ami negatívum volt, de lehet, hogy ez csak nekem és számomra. Én, mivel duálban használtam csak és kizárólag,
így fölösleges lett volna játszani a kisebb furatokkal. Ezért a legnagyobbat használtam, viszont ott egy picit fütyült, úgyhogy én azt gyors úton megszabadítottam a kazántól, és így használom állítógyűrű nélkül, így a fütyülés megszűnt. Amit észrevettem, hogy egy minimálisan, de lehet, hogy csak a kondenz csapódik le ott a hőmérséklet különbség miatt, egy pici kondenz megjelenik az állító, levegőállító lyuknál, illetve hát csak most nem levegőállító, csak ennél a két furatnál. Kezdem megszokni ezt az erősséget. Pozitívum, mert a negatívum az már megvolt. Pozitívum számomra, hogy nagyon egyben van a Cousinex-tel, hogy bődületes gőzöket tud produkálni. Én gőzpárti vagyok, nekem nem számít az erősség, egy pici nikotin azért kell bele, de mindenféleképpen a gőz az, ami számomra számít, és az ízek. Az ízeket baromi jól hozza, a gőzt azt már nagyon sokszor elmondtam, azt nem kell magyarázni. Szerintem azt mondom, hogy ha van egy Nexted, akkor nem szabad kihagyni a Pelzót sem, rá feltétként. Ez a drip, ez nálam napi használatban van, és nagyon jól szolgál. Szerintem, most nézem, 24 ezer forint alatt van egy picivel. Elsőre soknak tűnhet, de mindenképpen megéri szerintem az árát. Azt is figyelembe véve, hogy teljesít. A végső szó pedig az, hogy ajánlott. Ez egy alapdarab lehet akár otthonra, akár kiárus üzemmódban is ezzel a sok-sok cseppel. Látjátok, itt van a videó vége, és még mindig nem kellett utántöltenem, tehát ez 10-15 percet lazán kibír. Kertbe sütögetéshez ideális, ha a szomszéd nem azért jelent föl, mert a fának a füstje beszáll az ablakon, akkor majd azért fog, mert a pelzónak a ködje miatt nem látja a napot. Nekem nagyon bejött a készülék, nektek is javaslom, hogy próbáljátok ki, ha tudjátok, és utána vegyétek meg. Remélem, tetszett a videó. Sziasztok!